A Hajdúszoboszlói Porszem Lovas Egyesület idén is megrendezte a gyereknapi programját a Vadaskert kávézó kert helyiségében. A kétnapos rendezvény alatt a csapadékos időjárás ellenére is sok család látogatott ki erre az eseményre, ezzel szebbé varázsolva a gyerekek számára a napot. A Porszemek tagjai a karantén alatt sem tétlenkedtek, minden napot edzéssel és foglalkozásokkal töltöttek. Várták az alkalmat, hogy újra együtt lehessenek és programokat szervezhessenek. Az otthon töltött 2,5 hónap után május 28-án a folyamatos enyhítéseknek köszönhetően lehetőség adódott szabadtéri programok szervezésére. A csapat élt a lehetősége, rögtön hozzáláttak a hagyományos Porszem gyereknap megszervezéséhez. A tavalyi év tapasztalatai alapján és a koronavírus miatt a védelmi intézkedéseket szem előtt tartva, hogy egyszerre ne csoportosuljanak sokan a helyszínen, az idei évben kétnaposra tervezték a rendezvényt, melynek részleteiről Kis Klára, a Porszem Lovas Egyesület elnöke számolt be. Pillecukor, mesélj már, hogy készültünk. Akkor fordítok, jó? Szóval a lovainkkal minden nap dolgoztunk, és vártuk azt a pillanatot, hogy végre újra gyerekek közé mehessünk. Látszik is rajtuk, mert nyugodtak, kiegyensúlyozottak, kövérek, és fényes a szőrük. Szóval mi minden egyes karanténos napot arra használtunk, hogy ha azt mondják, hogy zöld út, nyílik a sorompó, akkor egyből tudjunk programot szervezni. És hát szerintem ez a csütörtöki megjelent kormányrendelet, azt igazolja, meg eső ellenére itt mennyi ember van, hogy már nagyon várják az emberek, hogy programok legyenek. Nyilván minden biztonsági intézkedést betartunk, tehát igyekszünk a mai nap és a holnapi nap is csak annyi embert beengedni a területre, hogy a bűvös másfél méter meglegyen. Most az időjárás ebben segít, mert egy kicsit esik az eső, de én bízok benne, hogy holnap jobb idő lesz. Direkt két naposra szerveztük azt, amit tavaly egy nap alatt le tudtunk. A tavalyiból okulva, mert több százan vettek részt a rendezvényünkön, ez pont jól jött, hogy most hétfő pünkösd, és akkor itt szét tudjuk húzni. És a programok ugyanazok lesznek, tehát mindenféle állatunkat felsorakoztattuk, és a Vadaskert kávéház is nagyon vevő volt arra, hogy újra ide jöjjünk, mert hát ők is gyűjtögették itt az állatsereglet. És Áron megtanult lufit hajtogatni. A gyermeknapot követően milyen más terveitek vannak most már a zöld út keretében? Nekünk a hivatalos programban volt egy június közepi rendezvény, ahol megünnepelhetik a gyerekek, hogy milyen lett a bizonyítvány, és nekünk minden bizonyítvány jó bizonyítvány, amit szeretnénk egy fergeteges bulival megkoronázni. Hát most a koronának ugye mindenkinek más jut eszébe, de mi azért próbálunk a régi életünkből használni bizonyos kifejezéseket. Mindig mondjuk a gyerekeknek, hogy pozitívan éljék meg azt a pár hét leállást, igen, Pille is ezt mondja. Próbáljuk beépíteni azokat az új dolgokat, amit tanultunk a karantén idején. Például most is lesz szájmaszk szépségverseny, és hoztunk mindenféle kreatív ötletet, hogy lehet viccessé tenni egy maszkot. Próbáljuk az elméleti oktatást sokkal nagyobb mértékben bevonni. Persze, hát azért, amikor lovagolni lehet, melyik gyerek akar elméleti oktatásban részt venni, de tudják, hogy szükség van rá, és akkor most már arra is vevők. Szeretnénk még több állatot összegyűjteni magunk köré, tehát most már a családunk gyarapodott egy kecske mamával és a 4 hetes kecske gidájával. Őt most nem hoztuk még ki, mert nagyon picike, de a következő programon megismerhetitek őt is. A sok program között a gyerekek megismerkedhettek Pillecukorral és Májvacukorral, a két kis pónival, akivel együtt lovagolhattak, a bátrabbak még különböző elemeket és kombinációkat is kipróbálhattak a pacikon. Milyen volt lovagolni? Lovagoltatok már ezelőtt? Nem, én még életemben sohasem. Én már lovagoltam. És milyen volt a lovon ülni? Miket kellett, milyen gyakorlatokat kellett végrehajtanatok? Hát a jobb kezünket kinyújtani, a balt, meg mind a kettőt. A gyereknap keretében milyen programokon vettetek már itt részt a Vadaskert kávézóban? Milyen állatokkal találkoztatok? Pulyka, meg van itt az a minipink, meg bárányok. Voltatok már a madár simogatóban? Én még nem.
A Porszem gyereknapon a gyerkőcök nem csak a lovakkal, bárányokkal, kiskacsákkal és további házi kedvencekkel találkozhattak, hanem szebbnél szebb mandalakkal is a földesi madársuli jóvoltából, akik ügyes trükkökkel kápráztatták el a gyermekeket és a szüleiket. A madár bemutatót követően lehetőségük volt a gyerkőcöknek, hogy a kezükre vagy a vállukra kapva őket közös fotót készíthessenek velük. Ugye mai nap az állatokról szól, a természet, ugye a nagy bezártság, ugye ami most az elmúlt időszakban jellemezte. Most kicsit ki akarnánk mozdulni, vagy mozdítani az embereket, és ugye ez itt a természet, ugye a lovak, a madarak, az állatok, a kutyák, szerintem ez a nap erről szól, ez a két nap. Ugye itt a gyereknap, valahol ez a hivatásunk, a Porszem Egyesület és a madársuli, ugye a természetnek a megszerettetése, igazából visszatalálni a természetbe, valahol valami ilyesmi a cél. Milyen állatokat hoztatok ki a gyermekeknek a mai napra, mit tudhatunk róluk? Igen, ugye ma sajnos, hogy rossz az idő, hogy esik az eső, de igazából most papagájokat hoztam. Ugye a kezemen van Marcika, egy kék-sárga arab papagáj, Törpike, a madársulinak mondhatjuk, hogy az arca, a madársuli arca Törpike. Ugye egy kis bagoly, egy 4 éves kubik, aztán most egy újdonságot szeretnénk bemutatni, Ernőnket, amit a gyerekek fognak kérdezni, és ő neki válaszolni kellene. Egy héja van még az autóba, még ezt nem vettük ki, ővel lenne egy kis játék szabad téren, ha az idő engedi. Úgyhogy a ragadozó madárra, de igazából most a papagájok lesznek főszerepbe ezen a két napon. Ernőről mit tudunk? Mennyi idő volt, mire megtanult beszélni, és hogy érte a kérdésekre válaszolni? Ugye minden madár érdekes, nem gondolná, hogy egy átlagosan, vagy átlag ember, hogy mennyire okosak. De ugyanígy egy veréb, egy varjú, egy galamb. Ugye így a papagájok, hogy visszaadják azt, és ugye most ugye a Jákó papagája, amit köztudott, hogy a hangutánzásban rendkívül ügyes, nem túlságosan hosszú időt kell gondolni, csak ugye a napi foglalkozás, mint ugye a gyerekekkel is, ugye a tanulás, és a napi foglalkozás. A lovaknál, kutyáknál, macskáknál mindennél ugyanígy működik. A papagájok meg a madarak egy picikét, nem tudom, tehát több türelem talán, vagy nagyobb elhivatottság, de rendkívül ügyesek. Ugye most nem fogjuk bemutatni, de vannak papagájaink, amit dárcoznak, lengőtekéznek, kosaraznak, gördeszkáznak, és abban a pici madár agyba az ember ilyenkor elgondolkodik, hogy hogyan is fér bele ennyi sok minden. Ugye különféle kutatások is igazolják, hogy a madarak nem csak ösztönből mennek, hogy most akkor ugye Afrikába elvándorolnak, tudják, hol kanyarodnak el, odafigyelnek, memorizálják ugye akár egy fecske, azt a fészket, ahol azt a területet, községet, sokkal gazdagabban és sokkal okosabbak, mint ahogy az ember valamikor is felfogja, vagy a kutatások bizonyíthatják. Mennyire jellemző, hogy szégyenlősek ezek az állatok, vagy inkább pont az ellentétje, hogy szeretik produkálni magukat? A szégyenlős inkább, ahogy odafigyelnek. Tehát a természetben ők a prédák, ugye rájuk vadásznak, és ezáltal nekik nagyon figyelni kell, ugye merre jön a veszély. Új helyszínre elmenni, és én azt mondom, hogy a madársulinak ez igazából a kihívása, hogy a új helyszíneken ugyanúgy viselkedjen, mint amikor ugye saját közegébe. Ilyenkor odafigyel, bízik bennünk, hogy veszély nem éri. Tehát ha azt mondjuk, hogy szégyellős, mondhatok így is a szégyellős, de inkább aggodalom. Én talán ez a legjobb kifejezés. Ők, ahogy mondom, jobban figyelgetnek, hogy nincs-e veszély. Ugye most itt vagyunk, hogy a mikrofon figyeli, a kamerát, a gyerek zajt, vagy esik az eső, és cseppel készik ugye a tetőn. Ez nekik a hang, a hallás, az odafigyelés. Inkább azt, igen, tehát ez a legjobb szó, hogy inkább aggódnak. De aztán feloldódnak, reméljük, hogy meglátjátok, hogy mit produkálnak. Hogyha madarak egy kicsit másabban, kicsit érzékenyebb világban élnek. Gyermeknapon általában a szülők lepik meg a gyermekeiket, és kedveskednek nekik különböző programokkal és ajándékokkal. De idén ez egy kicsit másképpen történt, hiszen egy fiatal lufi hajtogató mester, Áron, fordított ezen a hagyományon, hiszen ő maga is megajándékozta gyermektársait az általa készített szebbnél szebb lufikból készített figurákkal. Most ezt a lufit itt, ezt a szép barna lufit felfújom. Most egy kicsikét leengedtem belőle, hogy le tudjam kötni.
És most pedig egy cicát fogok elkészíteni. Ezt most meghajtogatom így a fejét, ez lesz a két füle, amiből majd most nem tudok háromszöget csinálni, de fogunk rajzolni. Ez lesz a cica nyaka, ez egy ülő cica lesz. Ami igazából olyasmi, mint egy ülőnyuszi. Ez lesz a cica hosszabb farka. Ül, és akkor most pedig ezt így elengedem, akkor szétugrik. Rajzolok neki. Hopp. Szemet. Kettő. Háromszög fület. És akkor el is készült a Luffy cicám. Áron, mióta foglalkozol Luffy hajtogatással? Hát körülbelül egy éve, és nagyon szeretem csinálni. Ez az egyik hobbim, és ezt a Luffy hajtogatást egy kicsit nehéz is csinálni, de nem is annyira. Viszont jó dolog. És hogyan alakult, honnan tanulod ezt a Luffy hajtogatást? Az internetről valaki segít neked? Hát leginkább az internetről. És hogy jött az, hogy te Luffy hajtogató szeretnél lenni? Hát úgy, hogy láttam tavaly, hogy itt ilyen Luffy hajtogatás van, és megtetszett, és akkor utána jött az ötlet, hogy én is ilyen Luffy hajtogató hobbim lesz. Milyen figurákat tudsz már készíteni? Hát tudok csinálni, ez most katicát, zsiráfot, virágot, tacskót, angolnát, kard, majom, kutya, kígyó, nyuszi, maci, teknős, oroszlán, cica. Melyiket a legkönnyebb megcsinálni ezek közül? Hát szerintem kettő van, a angolna és a virág. És melyik a legnehezebb? Hát a orosz, a maci. És miért a maci a legnehezebb? Olyan sok tekerés, csavarás, technika kell hozzá? Igen, és legtöbbször eldurran. A napot a Phoenix Majorette Egyesület táncos lányai indították egy kis bemelegítő tornával, hogy mindenkit kellőképpen át tudjanak mozgatni, miközben a kisebbek borré buborékjai után ugrándozhattak. A nap további részében maszk szépségversenyen és a Hajrá Anyu Egyesület előadásán vehettek részt az érdeklődők, akik megismerkedhettek a környezettudatos háztartással is. A nap végén a Vadaskert kávézó egy nagy bogrács lambucot ajánlott fel a családsegítő szolgálat által meghívott vendégeknek. A meglepetés ebédet Marci is megkóstolta. A kétnapos gyermeknapi rendezvényre kilátogató gyermekek és felnőttek nagyon jól érezték magukat.